És akkor most, aha, tedd rá a fejét, légy szíves. Húsvétváró rendezvény helyszínéül szolgált Dombóváron a helytörténeti gyűjtemény udvara. A szervezők igyekeztek minél színesebb programokat összeállítani, tudtuk meg az igazgatótól, Müller Ádámtól. Könyvtárosok készültek, egy nagyon helyes kis fonalból báránykát lehet készíteni, aztán Miklós Edit vezeti a nemezelő foglalkozást, ő egyébként a Művöltési Házban szakkört is működtet, tojást is lehet festeni, és azon kívül Dám Ildikóval pedig ilyen kis ékszereket lehet készíteni. A tojásokat a művelődési központ dolgozói készítették elő a húsvétváró foglalkozásra. Hagyományos eszközök kerültek elő a díszítéshez, melyben Molnár Éva nyújtott útmutatást az érdeklődőknek. Kétféle eszközt hoztam. Hoztam a hagyományos gicát, meg amit a kisebbek is tudnak használni, ez egy ilyen gombostű fejes eszköz. Itt láthatjátok is, ahogy a kisebbek a gombostű fejjel dolgoznak, ezzel csak pöttyöt és vonalkát lehet rajzolni. És ilyen. A délelőtt során a gyerekeknek a kézműves foglalkozások mellett nyúlsimogatásra adódott lehetőség. Az is kiderült, hogy a legtradicionálisabb húsvéti szokásunkról sem feledkeznek majd el a fiatalok, mesélte Asztalos Dániel. Mi egy ilyen nagy emeletes házban lakunk, és a szomszédokat szoktam locsolni, és a verset, amit szoktam mondani, az az, hogy zöld erdőbe jártam, kék virágot láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Dombóváron igazi tavaszi környezetben volt lehetősége kicsiknek, nagyoknak arra, hogy a húsvéti ünnepre hangolódjanak.